Hímesháza lakosságának összetétele a II. Világháború után változott meg, amikor 84 bukovinai család érkezett ide Bácskából, ahová 1941-ben a magyar állam költöztette a bukovinai székelységet. Az évszázadok alatt betelepült német és székely népcsoportok hűen őrzik hagyományaikat. A faluban felállított székelykapu is jelzi, hogy Hímesházán bizony nem csak németek, hanem székelyek is élnek. A Rezeda néptánc együttes tagjai között vannak diákok, Németországban dolgozók, itt született, valamint határon túli, erdélyi, felvidéki, délvidéki magyarok, a néptáncot, népzenét, népi kultúrát szerető lányok, asszonyok, legények. A tánccsoport színes műsorral készült a jubileumok napjára. A tánccsoportunk 2007-ben alakult fiatal, de amatőr felnőttekből, és hát azóta szerencsére töretlenül tudunk együttműködni. Igazából helyi fiatalokat szólítottunk meg, hogy a Hímesháza egy sváb település, de azért néhányunknak van székely gyökere is, például nekem is édesapám, nagyszüleim Erdélyből származnak, és innen is jött az ötlet, hogy jó lenne egy kicsit megnézni, hogy hova is nyúlunk mi vissza, és magyarországi táncokat, meg erdélyi táncokat táncolni. A tánccsoportunknak jelenleg 7 párja van, tehát 14 aktív tagja van. Az elmúlt években körülbelül ilyen 8-9 párral működtünk, hol kicsit többen, hol kicsit kevesebben, és ahogy azt említettem is, egyaránt igyekszünk erdélyi táncokat is tanulni, meg magyarországi magyar táncokat is. Sajnos új tagokat nagyon nehéz toborozni, pedig minden lehetőséget megragadunk, hogy próbáljunk megszólítani embereket, de igazából úgy látom, hogy akik alapító tagok voltak, ők maradnak, és hát tényleg nehéz így már megszólítani a fiatalokat, mert nagyon sokan elmennek. Tehát akik itt maradtak Hímesházán, itt járnak a gyerekeik iskolába, így mi maradtunk, így a mi korosztályunk. Hát sajnos én úgy veszem észre, hogy a településen több csoport is működik, és mindenhol nehéz, főleg ez a vírushelyzet. Tudom, hogy mindenhol most ezt a vírust emlegetik, de ez tényleg nagyon rányomta a bélyegét arra, hogy az emberek kimozduljanak, és valami közösségi dolgot csináljanak. Tényleg ez egy kikapcsolódási lehetőség is, de mind a mellett igyekszünk példát mutatni a gyerekeinknek is, a környezetünknek bemutatni, hogy itt azért a sváb mellett van egy székely is, magyar is, és hogy minél színesebbé tegyük a falu életét, igazából ez is egy cél. A gyerekem az imént a német gyerektánccsoportban szerepelt, majd fülelnem kell, mert mindjárt a nagyobbik lányom szintén a német tánccsoportban szerepel, és annak idején én is szerepeltem német tánccsoportban, aztán gyorsan átöltöznek és áthúzzák a magyar ruhát, szóval itt azt gondolom, hogy ez teljesen jól működő dolog, és aki az egyikben részt vesz, szívesen részt vesz a másikban, és nincsenek egyáltalán ellentétek, igyekszünk mind a két részét megtartani, megőrizni. A hímesi népcsoportok kiállták a legnehezebb idők próbáját is, és hagyományaik ápolásával megőrizték színes kulturális örökségüket. A Népek Barátsága Egyesület 1990 óta működik, és fogja össze a helyi székely, magyar és sváb lakosságot, szervezi programjaikat. A templomtól nem messze találjuk a település tájházát. A Heimatmúzeumban egy szobát kaptak a székelyek is.